Sziasztok, Vágbegyi Bence vagyok, az MTA BTK Régészeti Intézetétől jöttem. Aki tavaly novemberben volt a meetupon, az talán emlékezhet rá, hogy akkor beszéltem 3D fotogrammetriáról, ami egy olyan technológia, ami lehetővé teszi, hogy egy tárgyról, a róla készült sok különböző szögből elkészített fénykép alapján először egy pontfelhőt, utána pedig egy fotorealisztikus 3D modellt alkossunk. Amennyiben valós koordinátákat helyezünk el utána a modellen, akkor pedig ehhez egy georeferencia is hozzáadható, tehát onnantól kezdve egy térinformatikai rendszerbe, egy térinformatikai adatbázisba beépíthető, és más téradatokkal kombinálva elemezhetővé válik a modellünk. Ez a tulajdonsága jelenti azt ennek a technológiának, hogy túllép azon, hogy szép forgatható, nézegethető 3D modelleket alkotunk, és már egy gyakorlati hasznosulása is lehetséges például a régészetben, és ezzel kísérleteztünk az idei évben. Ezeknek a kísérleteinknek az alapja a tolnamőzsi ásatás volt, ami egy az intézetünknél zajló OTKA projektnek a részeként történt idén májusban. Ennek a projektnek a témája a neolitikum, a dél-dunántúl neolitikumának a kutatása. Ekkor, kb. 8000 évvel ezelőtt egész Közép-Európában egy nagyon komoly társadalmi átalakulás ment végbe, és ennek az egyik epicentruma volt a dél-dunántúl, azon belül is Tolnamőzsnek a területe, ahol egy nagy kiterjedésű, mintegy 150 épületből álló települést ismerünk. És a mostani ásatás során egy ilyen épületnek az egy kis szeletét ástuk meg, azzal a céllal, hogy a lehető legrészletesebb adatot szerezzük róla. És ez alatt a részletesség alatt azt értem, hogy gyakorlatilag a legfelső humuszrétegtől kezdve kézimunkával, apró, pepecselős, nagyon részletes munkával, gyakorlatilag mint egy tortát, rétegről rétegre, szeletről szeletre tártuk fel az egész lelőhelyet. Csak ugye a mi esetünkben ezek a rétegek, ezek nem valami csoki vagy marcipán volt, hanem a település egykori életének egy-egy eseménye. Tehát például mondjuk egy leomlott épület után ott maradt agyakupac, vagy egy ároknak a betöltődése, mint egy földréteg, vagy az egészre ráhordott, a szél által ráhordott lösz, az mind-mind egy-egy réteget alkot, aminek a megfigyelése nagyon fontos, ha rekonstruálni akarjuk a lelőhelyet. Viszont a klasszikus dokumentációs módszerek, ugye kézzel, terepenként, maximum felül vagy oldalnézeti rajzokat tesznek lehetővé, ami nagyon sok pontosság, vagy nagyon sok részlet elveszik ezekben, és ezért jött nekünk nagyon jól a 3D fotogrammetriának az ilyen dokumentációs célú alkalmazása. Ennek során az ásatás teljes egészéről összesen 62 különböző modellt készítettünk, amikkel gyakorlatilag az ásatás minden egyes pillanatát, minden egyes fontos változást, minden egyes rétegtani egységet lemodelleztünk. Különböző léptékekben természetesen, és így gyakorlatilag utólag bármikor visszanézhető bármelyik pillanat az ásatásból, viszont annak köszönhetően, hogy georeferenciával vannak a modelljeink ellátva, egymásra is tudtuk őket vetíteni. És ugye ahol egymásra vetítjük a modelleket, és közöttük különbség adódik, azok maguk ezek a rétegek, azok maguk ezek a rétegek, amiket mi kerestünk. Erre hoztam példaként a 16-os számú rétegünket, amit a bal felső modellen, ezen a területen láthatok még kibontás előtt. Tehát mielőtt még nekikezdtünk volna a bontási munkálatainak, a jobb felső képen pedig már teljesen kibontott állapotában látható, körülbelül egy-két nappal később. És ha a két modellt egymásra vetítjük, akkor gyakorlatilag miután georeferenciával vannak ellátva, a különbségük kibonható egymásból, és abból egy ilyen kicsit amorfnak tűnő 3D-s modell kapható, ami gyakorlatilag pontosan azt a földréteget mutatja meg, amit mi kiástunk volna, amit mi kiemeltünk kvázi a feltárás során. Ez a modell pedig egy térinformatikai adatbázisba illeszthető, ahol kombinálható más objektumokkal, mint például itt ezzel a cölöpjukkal,
rávetíthető akár a bemért leletpontok is, ahol az egyes leletek előkerültek, leíró adatok csatolhatóak hozzá, és így szűrni lehet benne, keresni lehet benne, bármilyen elemzést végre lehet rajta hajtani. És ez az, aminek köszönhetően egy teljes komplex térinformatikai adatbázist tudunk felépíteni az ásatásunkból. Ugye ez most még egy, ez most a mostani alapot, ez még egy prototípus. Még az első rétegeket pakoltuk még csak bele, de ahogy folyamatosan rakjuk bele az újabb és újabb rétegeket, ahogy folyamatosan töltjük fel adattal az adatbázisunkat, úgy egy teljes háromdimenzióban az egész ásatást, lényegében a tortánkat vissza tudjuk építeni az eredeti formájába, és rétegről rétegre dokumentálni tudjuk, ami hát értelemszerűen a korábbi felülnézetes kétdimenziós dokumentációkhoz képest messze megnöveli azt az adatmennyiséget, ami a régésznek rendelkezésére áll. Sajnos most az idő hiány nem tudok már drónokról beszélni, de azért hozzá kell tenni, drónnal kombinálva ugyanez a technológia használható, tehát ugyanúgy lehet nagyobb felszínekről is modelleket készíteni. Ennek is van nagyon komoly régészeti felhasználása, és már mi is kísérletezünk vele. Esetleg sör mellett nagyon szívesen megmutatom, és hoztam magammal ilyen állományokat, sajnos már az előadásba így nem félek bele, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. És várom a kérdéseket. Igen? Nekem már egy nagyon laikus, hogy miért kell kiásni? Tehát, hogy nincs olyan módszer, amivel ezeket a rétegeket valamilyen fotó, tehát ugyanez a fotózásnak valamilyen ága, ami ezt tudja rögzíteni és elkülöníteni egymásra. Az a baj, hogy a Föld alá nem látunk bele fényképezőgéppel. Igen, nyilván nem egy átlag fényképezőgéppel. Nem egy átlag fényképezőgéppel. Geofizikai módszerekkel nagyon sok mindenki mutatható a Föld alatt. Ezt az épületet, amit most feltártunk, ezt is úgy találtuk meg, hogy geofizikai méréssel végigmentünk a területen, és kirajzolódott, ha visszamegyek, akkor kirajzolódott ez a nagy hosszanti gödre az épületnek, és arra mentünk rá az ásatással. De ez nem fogja megadni neked mondjuk az ilyen pár centinyi rétegeket, amik egymás alatt fölött vannak, amik adott esetben kulcsfontosságú információt tartalmaznak. Még az olyan geofizikai mérések sem, amik mondjuk akár mélyebb rétegekbe is három dimenzióban elkülönülve belelátnak. Sajnos ezt a pontosságot még semmi nem tudja. Van olyan kérdés, tehát van olyan dolog, amit így ránéztetek, és azt mondtátok, hogy hú, ezt nem gondoltam volna, hogy ez itt van. Gyakorlatilag, ami nagyon érdekes volt, és ez még kielemzés alatt állt át, hogy még nem százszerzelék, hogy tényleg úgy látszik-e és az látszik-e, hogy ugye ez az épület ez nem égett le, amikor összedőlt. Tehát nem egy olyan épületről beszélünk, ami leégett, összedőlt, ott hagyták, és mondjuk az a sok agyag faltapasztás az megmaradt volna egy ilyen kis kupacként, mint ahogy ugye mondtam az épületnél. És így nagyon finom változásokból szeretnénk megfogni, hogy egyáltalán egy ilyen megfogható-e, hogyha ennyire nagyon részletesen megyünk neki. Még nem tudunk erről biztosat mondani. Kiprintelitek és hazavisztetek ezt a fajta munkát, miután elvégeztétek? Megvan digitálisan, egyelőre nincs szükség rá, hogy kiprinteljük. Előbb-utóbb lehetséges, de egyelőre nem sok szükség van rá, mert minden olyan elemzés, minden olyan térinformatikai elemzés, amit szeretnék rajta, az digitálisan végeztető el igazán. Tehát egyelőre még nincsen rá szükség, de egy kiállításra esetleg meg lehet csinálni, ha szükség van rá. Akkor gondolom, ha már kiállításról van szó, akkor ezt kombinálva mondjuk egy 3D nyomtatóval a múzeumban kiratható tárgyat. Igen. És nem csak mondjuk egy ilyen ásatási felszínnél, hanem mondjuk ha egy leletet modellezek le, ugyanúgy egy bármilyen leletet le lehet ezzel modellezni, vagy akár csak nyersen magának a tárgynak a másolatát ki tudom tenni, vagy akár mondjuk egy AutoCAD-ben, vagy bármilyen
szoftverben ráépítek egy rekonstrukciót, akkor olyan rekonstrukciót építek rá, és nyomtatom ki utána 3D nyomtató valamit akarok. Mi ilyennel annyira nem foglalkozunk, nekünk elsősorban az ilyen térinformatikai felhasználása profilunk, és ebben próbálunk fejleszteni olyanokkal, hogy konzisztensen egész ásatások lemodellezésére használjuk a technológiát, de én már hallottam ilyen irányú törekvésekről a szakmában. Amikor ilyen réteget lefényképeztek, akkor hány fényképet csináltok, ilyen markereket tesztek, vagy hogyan áll ez össze? Alapvetően magához a fotózáshoz váltott, tehát mindig az alanytól függ, hogy mennyi kép kell hozzá, egy értelmszerűen egy kis cölöpjukhoz, egy ilyen kis cölöpjukhoz 30-40 fotó bőven elegendő. Egy nagyobb felszínnél már mondjuk, mint ez az egész, ez egy 3x5 méteres szelvény, ennél mondjuk egy olyan 100-120 fotóból már jó eredményt kapunk. Egy nagyobb, egy teljes ásatási felszínről meg olyan 150 környéki fotót. Ugye magához az, hogy modellt kapjunk, ahhoz nem szükségesek markerek, azt markerek nélkül is simán elvégzi a fotogrammetriai szoftver, erre nem mi fejlesztettük, hanem egy piacon elérhető szoftver csinálja meg nekünk. A markerek, ilyen kis textilből készült kis piciket tettünk le az ásatáson szisztematikusan, azok arra kellenek, hogy georeferenciába tudjuk ellátni, mert ezeket tudjuk utána a képeken beazonosítani, hogy ez az, amire én ráadok a képen, az a 23-as számú marker vagy hanyas, aminek tudom, hogy ez és ez a koordinátája, és ez alapján tudom betenni egy térinformatikai rendszerbe. Köszönöm szépen! Köszönöm.